Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a vendégünk itt az Egyenes Beszéd legelején, kezét csokorom. Jó estét. Önt hozza érdekes helyzetbe ez a Horthy szobor, mert hogy hajdanában megnyugvással ült vissza a parlamentben a kérdésére adott válasz pillanatában a helyére, mondván, hogy se Horthy szobor, se Hohmann szobor nem lesz az országban, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Aztán most itt vannak a papírok Ön előtt, hogy mégiscsak. Hát igen, 20-án akarnak Perkátán Horthy szobrot avatni a fideszesek és a volt miépesek és a jobbikosok együtt. Nem csak engem csapott be a miniszterelnök, amennyiben ezt engedélyezi, mert mai nappal megkértem, és holnap ezt egy levélben is meg fogom tőle kérni, hogy ne engedélyezze ezt a szobrot, hanem azokat a jobboldali és baloldali demokrata szavazókat is, akiket nagyon bánt az idegengyűlölet, akikben rossz érzéseket kelt az az antiszemita megnyilvánulás, amely sajnos sokszor a Fidesztől sem idegen. Úgyhogy itt a saját szavazóit is becsapja. Úgy látom, hogy leginkább most már a Fidesz lecseréli a saját szavazóbázisát a szélső jobboldali szavazóbázisra. Nem akarok önmagában a kérdéssel eretnekséget megfogalmazni, de nincs az a szempont, ami mentén el lehet gondolkozni azon, hogyha ez állandóan előkerül egy társadalomban. Tehát láthatóan van egy közösség, amelyik mindenáron Horthy szobrot akar állítani valahol az országban. Akkor keresünk egy formát, keresünk egy helyet, ahol ők azt mondhatják, hogy ők tisztelik Horthy Miklóst, hát akkor tisztelhessék itt és itt. Igen, van is Horthy Miklós társaság többek között. Az látja. Akkor lépjen be, aki oda be akar lépni, de a magyar miniszterelnök, aki demokratának vallja magát, véleményem szerint egyre jobban távolodik ettől a jelzőtől, és ezt most már a saját szavazóbázisa is egyre jobban érzékeli, az szerintem kell, hogy húzzon egy határt. Tehát akkor, amikor olyan Hohmann Bálintnak akar, aki a Horthy korszaknak a kultuszminisztere volt, a zsidó törvényeket előkészítette, és olyan antiszemita megnyilvánulásokat tett, mint például, hogy tudtára kell ébrednünk végre, hogy a zsidó, ha kivételezett is, sőt a zsidó származású és zsidó kapcsolatú személy is, ellensége kell, hogy legyen a mi kormányrendszerünknek. És ezt Horthy minisztere mondta Horthy jelenlétében. Azt hiszem, hogy van egy pont, és ezt egyébként annó Navracsis Tibor, fideszes politikus, aki egyetemi tanárom volt az ELTE jogi karon, azt tanította nekünk, hogy ifjak, mindig van egy határ, amit nem léphetünk át, sem jobb oldalról, sem bal oldalról. Vannak bizonyos közös pontok, amiben össze kell zárnunk. A problémám nekem azzal van, hogy amikor a miniszterelnök március 15-én azt mondja, hogy etnikailag homogén ország, akkor eszembe jutnak Navracsics úr nekünk mondott szavai, összerándul a gyomrom, és hol tart az a miniszterelnök, aki annó életmenetén és nagyon sokszor egyébként azt mondta, hogy vannak határaink. Miközben azt látom, hogy az ország sodródik az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a rasszista kormányzati intézkedések sorozatát hozzák a miniszterelnöknek viszket a tenyere, és sorolhatnám, hogy az ötös számú pártakkönyvvel rendelkező Bayer Zsolt meg miket mondott az elmúlt napokban. Ezt így egybevéve azt hiszem, hogy a miniszterelnök már nem a jobboldali demokratikus szavazókra, hanem a miép és a Jobbik szélső jobboldali szavazóira hajt. Hát most sok mindent mondott ebben a rendkívül bővített mondatban, sok mindent felsorolt, ezek közül néhányan foglalkozunk is majd még a mai adásban. A határokkal is, a határok újabb és újabb átlépésével különben. De azon gondolkoztam, miközben hallgattam a felsorolását, például azt, hogy a kormányzat az antiszemitizmust támogatja, ezt mondta? Ezt miből látja? Mi a megfogható pontja ennek? Mert hogy azért közben meg a kormányzat az összes hivatalos megnyilatkozásában ezzel szemben megy. Mert bort isznak és videt prédikálnak. Már említettem, hogy a miniszterelnök úr maga mondta azt, hogy etnikailag homogén országot akar. Utoljára a zsidó törvényeknek az indoklásában lehet tetten érni, sokszor szinte mondatszerűen ezeket a gondolatokat. Ez meg éppen nem zsidó ellenes, ez inkább arab ellenes kijelentés. Amikor meg arról beszélünk, hogy sorosozás van, és Timmermans úrnak nagyon is igaza van, amikor azt mondja, hogy ez konkrétan antiszemita kijelentésekre hajazó megfogalmazások. És bizony, ez a sorosozás, ez konkrétan burkolt zsidózás. De mondhatnám még egyébként Orbán Viktor úr politikus társainak a kijelentéseit, amitől nem határolódik el a miniszterelnök. Ez nagyon veszélyes út. Nagyon veszélyes, mert azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy ez megengedett, hogy ez egy megengedhető, a hétköznapokban is egy járható út és egy normális tömegközlekedés a politikában és a magyar társadalomban.
ha ezen az úton tovább megy a miniszterelnök, ez fel fogja zabálni egyébként az országot egy idő után. Mi lesz Perkáltán? Lesz szoborogatás? Hát hétvégén, vagy sem? Nagyon remélem, nem is most hétvége, ez jövő hétvége, nem lesz, sok idő igen, 20-ára tervezik, nagyon remélem, hogy nem lesz, ugyanis a miniszterelnök akkor, amikor én rákérdeztem, hogy az antiszemita Hóman Bálintnak lesz-e szobra, akkor így válaszolt nekem a miniszterelnök. Parlamenti jegyzőkönyvből idéznék, nem fogok támogatni személy szerint egyébként Horthy Miklósnak történő szoborállítást sem, aki egyébként a magyar alkotmány szerint egy olyan időszakban volt politikai vezető, amit a magyar alkotmány világosan úgy határoz meg, hogy Magyarország elvesztette nemzeti szuverenitását, és elnyomóknak nem akar szobrot állítani. Én azt hiszem, ha a miniszterelnök tartja magát 2015 év végén ehhez a mondatához, akkor ezt meg kell akadályoznia, hiszen, és nem tudom, hogy hogy gondolta, a helyi Fidesz szervezet, a Perkátai Fidesz megszavazta, Somogyi Balázs, a Fidesz polgármestere együtt akarja ezt a szobrot felavatni, Ifjú Hegedűs Lóránttal, biztosan tudják a tévénézők, hogy ő mi épes volt, Murányi Levente Jobbik volt alelnökével, és hát mondom, Mészáros Istvánnal, aki az új magyar gárda, kérem szépen, főkapitánya. Tehát azért itt lassan összenő, ami összetartozik. Na jó, hát meglátjuk, hogy lesz erre. Mert először is önnek jár egy válasz. Az előző válasz után most egy újabb válasz. Igen. Hát, ha most nem csapódik be Orbán Viktor válaszától. Volt reggel egy kis anomália Budapest közlekedésében, hogy egy egészen másik témát idehozzak, amivel kapcsolatban nagyon éles hangon akadtak ki az ön pártársai a fővárosi közgyűlésben, és követelték, hogy Tarlós István főpolgármester kérjen bocsánatot, és tegye ezt innentől kezdve minden BKV-s üzemszünet esetén, amit műszaki zavar okoz a metró közlekedésében. Hát ma reggel érettségi volt. Az érettségizők egy jelentős része elkésett a saját érettségéről, nem is tudom, mi lesz velük. Én úgy tudom, odaértek, hogyha nincsenek az áldozatkész tanárok, aki volt, aki robogóval mentette a gyerekeket, hogy eljussanak a saját érettségükre, ugyanis leállt a 3-as metró, aminek kiderült, hogy újfent húzódni fog a felújítása. És hát bár a szerelvényeknek a cseréje az megkezdődött, de hát ez egy nagyon kockázatos dolog, hogy magát az alagútat és az egész környezetét, megállókatnak a felújítását egyre később és később kezdik. Ráadásul nem tudjuk, hogy milyen forrásból. A kormány megígért 137,5 milliárdot a fővárosnak, de erre nem tudjuk, hogy ez garanciát vállalt rá, de nem mondja meg, hogy honnan fog ez származni. Nyilvánvalóan Európai Uniós támogatás nélkül lesz megint csak a támadott, sokat támadott Brüsszel ezt is meg fogja oldani, tehát ha a kormány nem nyújtja be az igényét arra, hogy ez a pénz neki kellene, akkor nem tudjuk, hogy honnan lesz ez a pénz, és ez a 137,5 milliárd, ez bizony nem elég arra, hogy például akadálymentesítve legyenek, hogy modernizálva legyenek hát teljes körülön. Úgy hívjuk, hogy erről le is mondott a főváros. Hát ez elég lesz, nagy, ahogy lesz. Elég nagy probléma. Ez megint egy olyan dolog, hogy megint kirekeztünk egy csomó embert, aki erre rászorulna, de akár a kismamákról is beszélhetnék, nem csak a sérült fogyatékkal élő emberekről. Tehát ezt én nagyon-nagyon rossz dolognak tartom, hogy Kisvasútra van pénz, Mészáros Lőrincre van pénz, ha ezek meg akarnak venni maguknak egy focis csapatot éppen Horvátországban, arra van pénz, de napi 500 000 utasnak, akik egyébként a munkahelyükre mennek Budapesten haza és vissza, azokra, akik húzzák a várost, adót fizetnek, termelnek, arra valahogy nincs pénz. A felháborodását értem, de azért a rendkedvéri jegyezzük meg, hogy például a horvátországi futballcsapatot Mészáros Lőrinc a saját pénzéből vette. Hát persze, mert olyan zseniális gázszerelő, hogy egész egyszerűen nem tudom hány gáz szerelt meg, hogy 100 millióval növekedett a vagyona. Hát látja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.